Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Rutai Gábor költőm, a vagyok, ami azt jelenti, hogy ez a Hozz egy verset magazinunk. A verset nem én hozom, én a csodálatos vendéget hozom, a csodálatos vendégem hozza a remek verset. A vers pedig hoz egy jó beszélgetést, a beszélgetés nektek kikapcsolódás, ami pedig endorfin termel, az boldogságot, a boldogság pedig szeretetet hoz. Úgyhogy tulajdonképpen a vendégem hozza a szeretetet. Ezt még eddig így nem sikerült végig gondolnom, de szerintem megállja a helyét. Akiről pedig szó van ő, Péter Fibori, hello! Hello! Mit szólsz? Szépen, szépen levezette. Ugye? Igen. Hát aki nézi ezt a műsort, aki téged lát, az rögtön szeretetet érez magában, csak ez ilyen nagyon gyorsan történik meg. Hogy vagy így? Ja, azt elmondom, hogy ez most hétfőn van, pénteken uh -huh. kerül adásba, és tegnap anyák napja volt, és az jutott eszembe, hogy most... Az elmúlt napokban hallgattam veled interjút, meg olvastam ezt azt, hogy legyek felkészült, és van egy kiskamasz fiad. Nekem lányaim vannak, meg nem vagyok anya, ezt a mondom, akiknek nem esett le, hogy, hogy mi, mi várható el anyák napján egy kiskamasz fiútól? Mert a lányok nyilván másak, meg oviba elmondják, hogy mit kell énekelni. Hát mi, mi, mi nagyon csodálatos viszonyban vagyunk a kisfiammal, tehát nagy, borzasztóan szoros, nagyon tényleg egészen misztikus és úgyhogy hát egyrészt rajzolt, ezt a suriba csinálta de tényleg gyönyörű egy ilyen festmény, egy ilyen szív egy ilyen zöld háttérbe de tényleg gyönyörű, nagyon-nagyon jól néz ki meghozott ugye én koncert teszem és ő meg kint volt a hozott orgonát meg, meg előző nap fogott egy nagy halat, és az neki a, nagyon, a boldogság, mert nagyon nagy horgász, és végre fogott egy ekkora balint a Dunába. Tehát eleve már nagyon boldog volt. És hát ezek, ezek történtek, és nagyon sok ölelést, meg puszit kaptam, meg beszélgetést, meg minden. Hogy, hogy akad be neki a horog ebbe a horgászásba? Hát mi azt szoktuk mondani, hogy lehet, hogy egyrészt újra, ha már a verses műsorban vagyok, Igen. ugye a Jékeli nagyapám, Jékeli Zoltán költő nagyapám volt ilyen teljesen megszállott horgász. Ugye szerintem a verseny nagy részét is horgászás közben uh -huh. költötte, vagy álmodta meg, és... És ugye ugyanott töltjük a nyarakat, meg hát a hétvégéket a kisfiammal, ugyanott az áprilisban. De nem, nem horgásztak együtt? Hát nem, mert akkor már nagyon hát, rég meg a, Azért. Annyi idős voltam én, mint most a kisfiam, amikor a nagyapám meghalt. Uh -huh. És valahogy egész kiskorában egyszer csak el, elkezdődött nála először, hát már a, a horgászás is, de a sikláz, siklókat imádta a vadászni, meg egyáltalán az, hogy ő a vízparton egyszerűen el van. Tehát ezzel, hogy figyeli a siklókat, figyeli a halakat, figyeli a békákat, tehát ugye egész ez egész Ez valamilyen pici... ilyen vadregényesebb Dunapartot képzeljünk el? Ilyen hát van olyan része ilyes... is, igen, tök igen. Jó. Hát ez ott a kisoroszi, kompnál van, csak ugye a, a Visegrádi oldalon. Aha, És tűnik. akkor ott van ez a völgy, ez a, ami a másik költő, az áprili lajos költő <laughs> Dédapámról van elnevezve, eleve a völgy. <laughs> és ott, ott gyakorlatilag egy ilyen családi völgy, tehát ott mindenki rokon, meg, meg unokatestvér, meg barát, meg... Aha. És akkor ott, ott, kezdte el ezt a horgászást, de hát aztán ez persze felfejlődött, mert vannak olyan évek, amikor a Duna valamilyen nem jó, és meg egyáltalán szeret, akkor megy a Balatonra, meg ide-oda, hát ahova épp elviszi uh -huh. valaki, hogy tudjon horgászni. De imád horgászni. Tehát az a szenvedélye. Hát ez... Most kezd már a nők, már nagyon érdekelni. hogy <laughs> tényleg olyan lesz, mint a nagyapám, ennek is ez volt a szerelem, meg a nők. Hát, ha fog egy sellőt, lehet, mm -hmm. hogy, ez... <laughs> ja. lehet mm -hmm. hogy ez a vágya. Most egy picit csak így megragad bennem az, hogy hogy az áprili völgy, meg ez az egész atmoszféra, meg egyébként kisorosz és egy, egy csodálatos hely. Nem tudom, valami a jó hangulata van, Igen. de hogy ilyen, ilyen a családnak, adja a. a, a atmoszférája, ez valahogy ott érezhető? Hát abszolút érezhető, hát ott annyi, annyi történet van, annyi ö, tragédia, öröm, bánat ö, folyamatosan, tehát most is, is örülhet, hogy mik történnek, tehát ez, ö, a bátyám például ö, neki annyira sok ez a, aki ugyancsak ugye nem, író. nem költő, de író, Igen. <laughs> ő neki annyira sok ez a völgy, ő, 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 ő ettől besokalt, és ő például átköltözött Kisorosziba a napos oldalra. De mi az, a... a mi, mi az, a, mi az, ő, az, most már Olaszországban, de. Na, jó hát, fettem. hogy ott, hogy egyszerűen ott ezek a, ez a, ez a, ez a, tényleg néha ezért ezt szoktuk hasonlítani Makondóhoz a, tehát, hogy ilyen, Kicsit ilyen őrült, őrült, tehát sok sok őrült van egy helyen, és akkor... Ezek őrült szellemek, vagy ilyen nyoma... Nem, nem, nyoma... mi maga, tehát az emberek. Ja, az, az élők. Az élők, hát a voltak is, igen, a voltak is járkálnak, de de igen, az élők, és akkor szóval olyan érdekes, és akkor mindig mindig történnek furcsa dolgok. Aha, szóval ti, ti egy ilyen, ilyen őrült, nyüzsgős család vagytok, amikor ott vagytok, és akkor... A hát nagyon, igen, igen, nagyon sokan vagyunk, és hát történik igen az események. Most egyébként volt ott, kiderült, hogy a, ami azt hittük, hogy erdő, és arra már nem lesz szomszéd, azt eladták ott valamiért azt az erdőt, és most megjelent ott egy Deák Ferenc nevű fél, csak azért mondom, hogy nagyon vicces, hogy így hívják, aki most földházat fogott építeni. De mondtam neki, hogy ez most az egy kemény, hogy ide beköltözik egy, egy, egy ilyen idegen ebbe a... Szerintem hogy még nem tudja, hogy... Mi? Fogalmas sincs, hogy mit. Aha. Igen. <laughs> de legalább a föld alatt lesz, vagy nem tudom. Ha, remélem, nem egy jön majd, egy vakon. <laughs> <laughs> Oda költözött egy óriás vakon. Igen. Fogunk, csak most a nézőknek mondom, de lehet, hogy ők már hozzászoktak, hogy csacsogunk mindenféléről. De majd a verserés is mindjárt rátérünk. Csak még egy picit a fiadra, ha térjek vissza, hogy mondtad, hogy rajzolt, hogy mi, mi a horgászat nem feltétlenül egy művészeti ág, bár biztos hogy, hogy lát, mit érzel benne így, ha azért elég sok művész van a familiában. Én még nem tudom. Tehát ő, ő Erről tehát nyilván mond... nem akarod. Én nem, én még én nem, 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 érzem még így. Tehát a hugomnak a lányai például ott, ott nagyon így kiüt, kiütköztek, főleg a nagyobb lányánál már ez a képzőművészeti tehetség, és már úgy lehet érezni, hogy abba az irányba megy kisképzőbe. Én a kisfiamon még sem ilyesmit ö, nem érzek, tehát a, ö, nagyon, tehát, a, sportok érdeklik, ö, meg úgy egyszerűen ilyen nagyon-nagyon nagy elem, nagyon nagy, nagy elementáris energiákkal éli az életet, iskolát annyira nem szereti tanulni, annyira nem szeret, szóval Aha. jó normális gyerek. <gül> jó <gül> úgy, normális, hogy, drugja, ő, a bört. Igen. Aha. Úgyhogy mi meglátjuk, hogy tényleg még egyszer nem, nem látom, de hát szerintem én mondtam neki, annál jobb, minél később találja ki. Persze, meg próbáljon ki nagyon sok mindent, aztán hát előbb-utóbb lehet, hogy hát egyébként jobbak a focista fizetések, mint a képzőművészekével. Hát éved. igen, de azért annyira a foci nem érdekli annyira. Jó, hát csak most mondta a hogy, hogy lehet bármi. Igen. Nem áprili lajos költeményt választottál, erről szeretnélek téged egy picit faggatni hogy... Bocs, csak így masszírozom közben, annyira fáj, be van állva itt a nyakam, és most voltam reggel edzeni, Aha. és az, azért csak a néha ilyet Se, ízégetem, semmi gond. Mert most így lemerevedett, tudod. Há. Há. bocs, hogy elterheltem a költészetet. De ha elkezdenék futkározni, és így mozgatni kellene a fejedet, akkor... Igen. Üljek Nem, mert kimegyek a kameraképből. Szóval... Két tippem volt, hogy, 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 hogy vagy természetesen április lajost hozol, mondjuk, vagy, vagy ebbe is teszel valami valami Péter Fiborisat, és inkább ezt választottad? hogy... Hát én most friss. teljesen őszinte leszek veled. Én egyrészt mindenképpen kortársot akartam mm -hmm. hozni, mert. Ö, ö, Egyrészt amiatt is, hogy hogy reklámozzuk azt, hogy a költők köztünk élnek, és hogy az egy oké, okay, hogy, hogy, hogy ő, a, ők szerencsések, mert mondjuk nem olyanok, mint mi színészek, hogy mondjuk hát istenek, nekem van zenekarom is, meg lemezeim, de ugye a színészeknek mindig ez a görcs van, hogy mi tényleg a leg, legkortársabb, és a pillanatnak élő művészek vagyunk, és hogyha valaki nem látja azt az estét, amikor a legjobb uh -huh. voltál éppen a valamelyik szerepetbe, akkor, pff, akkor az, csak, az, csak az a háromszáz ember tudja, hogy te mennyire zseniális vagy és nem maradt fenn az utókkornak. A költőversek versek nyilván fennmaradnak, tehát már ez egy nagy szerencse, de ettől függetlenül ö, én, én szerintem ez csodálatos dolog, hogy a költők itt vannak körülöttünk, itt járkálnak ugyanúgy, mint azok, a, akiknek a, a már a halott költők, akiknek a verseit olvasjuk, és szerintem rohadtul kéne olvasni sokkal több kortársat. És én igazából megmondom neked őszintén, én azt csináltam, hogy amit először megláttam a Simon Marcinak, így levettem a kötetét, és ahol kinyitottam, azt döntöttem el, hogy azt a verset hozom. Tehát, hogy ebben most nincs semmilyen... Ezt olyan nehezen hiszem el, de mármint, hogy elhiszem, de, de valahogy ez annyira klappol hozzád igen, ez a vers. Igen, hogy, igen hogy, klappol, hogy de az... ez mondjuk a Marcinak pont az a, az a kötete, ami egy ilyen szerelmi... Tehát azért azt nyilván tudtam, hogy melyik kötetet veszem le. Az már nem volt véletlen. <gül> <gül> igen, 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 és akkor ez, ez ebben nagyon sok vers foglalkozik ezzel a elveszett uh, szerelmemnek a feldolgozásával uh -huh. eleve. De de egyébként meg, uh, meg a, a hiányról szól, és, uh, és igazából szerintem pont ezen gondolkoztam hogy az a felnőtt életünk nagy részét végülis úgy éljük le, szerintem, hogy, hogy valami vagy valaki hiányzik, olyan érdekes. Tehát, hogy minél több dolgot elérünk, és minél több dolgunk van, és már minél ö, ö, gazdagabbak vagyunk tudásban, anyagiakba, család, nem tudom, micsoda, és mégis, mégis sokkal valahogy sokkal több a veszteség, olyan érdekes. Vagy hát én így élem meg, vagy és így látom magam körül. Um. Igen, egyébként most, hogy erről beszélsz, lehet ebben valami. Mi van akkor, hogyha ez azért van, mert nem veszük észre, amikor valami fontos, akkor veszük észre, amikor már nincs, hogy valami nagyon hiányzik. És olyankor alak. Tehát, hogy amíg, amíg ott van, amíg, amíg benne élünk. Én biztos olyan természetes. Hogy, igen, biztos, hogy ez is benne van, de, de, de rám nálam, rám ez nem jellemző, tehát én én eleve ezzel a, a sok terápiával érem az, az életemet, hogy én ezt csinálom magamnal, és szerintem sokan lehet, hogy ezt nem bírják elviselni bennem. Hogy én annyira tudom, hogy el fogom veszíteni, hogy ezért. Én szerintem egy rányomom ezt mint, tehát hogy, hogy. Tehát én a színpadra Aha. is úgy megyek, fel szoktam is tényleg mondani, hogy én azzal élesítem be magam. Tehát én ezzel a halál közeliséggel beélesítem magam általában. Tehát, hogyha azt érzem, hogy, hogy épp egy kicsit valami úgy komfortos lenne, vagy olyan nyugis lenne, vagy már olyan középszintre süllyedne, akkor mindig ott van az, hogy. Tehát az lehet, hogy ma meghalok, uh -huh. és a legjobbnak kell lenni. És én, én ezt használom ugye, amit, amit ez tényleg egy ilyen közszel, hogy amíg jaj, nem lesz autóban, és nem ér valami sok, nem tudod meg, hogy rákos vagy, addig, addig ö, punyultál, aztán akkor meg hú, beélesedtél, hogy úristen, az élet milyen rövid. Én, én ezt, én, ezt, direkt csinálom, direkt csinálom, és szerintem ezzel eléggé sokkolom is magam körül a környezetemet. Meg magamat is, ne, nem? Hát meg magamat is, de, de, de pont ezért, hogy ne, hogy, hogy ne ez legyen, tehát, hogy ne, ne emiatt legyen a hiány, meg a veszteség, hogy, hogy basszus, nem, besült, nem becsültem meg, hanem, hogy azért, hogy, hogy annyira megbecsültem, és annyira sokat ki akartam belőle hozni, és ki is hoztam, hát persze, hogy hiányzik. Aha, tehát te, te időben felismered azt, hogy ezt nem akarod Én előre tudom, hogy nagyon fog hiányozni. <laughs> De... Mindenre, amit szeretek. Minden pillanatra, jó. És akkor De ez a párkapcsolatodban is így volt? Mert azért az így elég nyomasztó. Nem, hát ez a fel... Ez, igen, azért mondom, hogy nyomasztó. Hát <hállt> erről beszélek. <hállt> Ki akar szegények egy ilyen hogy már előre azt mondod, hogy úr, de rossz lesz, ha már nem lesz. -e. Persze, hát most nyilván azért erre odafigyelek. Uh -huh. De hát a párkapcsolataim azóta lett ez, mióta mióta Hát mert azért, amíg az ember fiatal, addig tényleg tudja, hogy jaj, és akkor mennek a drámák, jaj, ez egy szakítás, nem tudom mi. De amikor már ez a, ez a felnőtt átbaszás megtörténik az élettől, vagy ezek az ilyen igazi, kemény nagy pofonok, akkor azért onnantól már tudod, hogy, hogy igazából csak te vagy. Aha. Csak te vagy. És igazából minden, minden illúzió, élvezni kell, amíg van, és úgyse lesz. Tehát, hogy... Hmm. Hát... Én Igen. most így gondolom. Aztán majd lehet, hogy meglep az élet. Hát lepjen meg az élet. Én, én meg olyan idealista típus vagyok. Uh -huh. e azt e mondom, mhm. Uh uh de jó. Páram meg mindig azt mondja, de én meg úgy hiszek benne, hogy ez ez, ez ilyen, és ez örök, örökké fog tartani, legyen szó bármiről, ami jó, az mi, annak örökké kell tartani. Valahogy. Uh -huh. Én meg hát van. azért, mert aztán a, hi a hiányban végül is örökké ott lesz, érted? De szép. Tehát végül is, is örökké az. tart, hát mert az életben nem fogod elfelejteni, erről szól végül is ez a vers is. Igen. Úgyhogy, uh, ja. Tök jó, hogy mondtad, hogy, <coughs> hogy, hogy, hogy legyenek versek, majd is hogy kortársal foglalkozzunk, és hogy persze neked vannak lemezeid, meg dalszövegeid, <coughs> és erről eszembe jutott, pont tegnap adtam interjút, mint, mint költő kortárs költő, és, és az, az a, az a jutott eszembe, hogy jó, persze, de hogyha a tábortűz üsz... Körülélem mondom a legszebb versemet, eh, akkor sem eh, eh, én fogom a csajt a végén elvinni, hanem a gitáros rác, aki nagyon béna köz, középszerű, én a középszerű szöveget én énekel. Na én. jó, de hát régen, tehát igazából kicsit azért igazságtam, mert, mert ugye régen a, költ, a, költők voltak, ugye az ének mondok, tehát ők voltak a sztárok. Hát igen. Tehát, hogy az el lett happolva. El, el. Mert szerintem még a Balassi el, még jól csinálta. Igen, hogy... szerintem azért kezdték el a költők a izét, ezt a szlem, szlemezést, meg minden, hogy ugye visszakerüljenek a színpadra, meg a... Aha. Mert már lesz őket a lányok. Hát ez az. <laughs> Mindegy, nem panaszkodni akarok, mert egyáltalán nincs okom rá, csak eszembe jutott, hogy persze rock and roll, ki Igen. kell állni a színpadra, és Igen. el kell énekelni a verset. Bértes Robi volt jó fej eh, itt az előző adásban. Mondta, hogy ő nem szereti a verseket, meg olvas verseket, meg nem tudom micsoda. És akkor kérdezem, hogy de hogy mennyiben más az, amikor a Sziámi lett elé egy, egy szöveget, Uh, uh -huh. és akkor ő azt megzenési, de mondta, hogy, de, hogy az dalszöveg, de mondom, mitől dalszöveg? Hát azt mondja attól, hogy ritmusa van, meg hogy rímek vannak benne, mondom, de ez a vers. De... Hát nem feltétlenül, mert én például ez egy szabad vers, amit... Ez amit most mondtad. egy szabad verse, amúgy igen. Igen, de igazából... Nem, azért van különbség a... a, a a szöveg meg a vers között szerint, én is azt gondolom. Hát egyszer más célt szolgál, tehát nagyon érdekes, hogy ezt mi is nagyon sokat fejtegetjük, mert, mert ugye nálunk ez nagyon fontos, hogy én, én is írok szöveget, és hogy jó, hogy, hogy jó legyen a szöveg a, a, a a popzenének, a, tehát hogy, hogy műk, működjön, mint dalszöveg, de közben ugye mi képtelenek vagyunk egy, egy ilyen kindrimes, háromsoros slágerszöveget megírni, ugye, amik a legjobban működnek, hogy ó, itt a nyár, néz már, száll a, a madár, igen. és akkor ez kurva jó. Ö, és ez, ez egy nehéz kérdés, hogy mi az, ami, ami azért Amibe el vannak rejtve olyan gondolatok, de közben pedig, közbe pedig tudja hozni azt, és van egy, egy refrénje, ami, ami beül, ami, mit tudom én, mondjuk, hogy a Tariska Szabi az egyik régi nagy szövegíróm, és akkor például ez tényleg zseniális, azt gondolom, hogy tényleg zseniális ez egy nagyon nagy slágerünk is a, a téged nem, és hogy tényleg ez, hogy szeretem azt a nőt, aki melletted lettem, de téged nem. És ez például pont az a csavar, uh -huh. ami ami kell, ami szerintem egy, egy jó, jó dalszöveghez kell. Az a jó refrén, amit magadra tetováltatnál. Hát igen, ezt is kezded el, hogy ezt sokan magukra is tetováltatták, most hogy mondod. Na, tessék. Igen akkor nem lőttem nagyon mellé. Nem. Igen, meg hát oda kell figyelni sokkal inkább arra, hogy hogy megy a zeneme, nem lehet elnyújtani egy hát rövid Hát meg más fognak vele csinálni az emberekért, Tehát nem az van, hogy otthon olvassa, és akkor ízlegeti és akkor az egész gondolatot, egy belső beszélgetést folytat, hanem jó esetben tömegesen ordítja. Aha. És azért annak más, tényleg nagyon más a... Amikor te a szöveget, akkor ki kipróbálod, otthon elordítod a a refrént. Hát persze én zenére írom. Te zenére igen, írod eleve, igen. és a, aha. Persze. megvan a zene, hallgatgatod, és egy érzel egy hangulatot, hogy ez, ez ja, mit hoz elő belőle. Igen, elkezdődik, elkezdődik, és akkor vagy az van, hogy jön egy sor, és akkor már valami megvan, akkor már tudom kezdeni építeni. De, de olyan is van, hogy, hogy szinte az ritkán, mert azért én nem vagyok költő, meg az szövegíró se, csak magamnak szoktam írni, De volt egy-két olyan, olyan találkozásom a többi isházon zenéjével, hogy ez tényleg olyan volt, mint a belépni a Matrixba, és itt. És tényleg azt éreztem, hogy ez hihetet, hogy úgy dúdolta föl az énekdallamot, hogy arra így egyből már így jött a szöveg, és tényleg egy ilyen elképesztő találkozás. Tehát az, azok olyan pillanatok, hogy azt nem is lehet elmondani. De hát valami miatt az, az, az már lehet, hogy benned volt az a, az a, az a, az a téma, már az a, mondani való, és inkább, ő kinyitott. Inkább azért vagyunk mi az Ambrussal már most már lassan 30 éve gyakorlatilag alkotótársak, szerintem azért, mert egyszerűen így, így, tudunk néha működni. Aha, ez tök jó. Hát ja. ez, akkor ezzel nem kell változtatni. Mm. <laughs> Na, eldomáltuk már egy 20 percet, anélkül, hogy még a konkrét Anna a versről Beszéltünk volna. Illetve mondtad, hogy levetted a Simon Marci kötetét, ami véletlenül itt nyílt ki. Egyébként szerintem, ahol sokszor nyitják ki a könyvet, ott nyílik. Jó, nem gonoszkodok. ez úgy van, hogy a másik oldalán folytatódik, persze. Jó. Megteszed, hogy felolvasod, vagy előadod, vagy ahogy szeretnéd. Simon Márton, fehér zaj. A telefon csörgésére ébredek, sokáig keresem felülve az ágyban. Hol vagyok? Ezt majdnem tőled is megkérdem, amikor felveszem és megismerem a hangod. Egyébként alig értem, mit mondasz. Halk és ócska ez a telefon. Annak idején erről akartam megüzenni, hogy szeretném, ha meghalnál. Nem volt rajta pénz. Elhallgatlak, Bármit is mondasz, a készülék miatt szerelmes suttogásnak hallatszik, ettől fölébredek. Azt hiszem, csak csevegni próbálsz egyébként. Sok tét nélküli kedvesség, nekem ez sose ment. Én nem vagyok kedves, csak néha blöffölök. Közben az ablak felé nézek, kint kánikula, itt benne elég hűvös van. Egyszer majd azt írhatom erről. Nem igazán érdekelt, mit mondtál, vagy hogy föl se ébredtem. Bár tényleg kimerült vagyok mostanában, nem tudok aludni, mióta nem hallom a lélegzésed, csak tudom, hogy van. Rendszeresen sétálok viszont hajnalig, néha eszem, vagy nézem a neten idegenek otthoni szexvideóit, ők teszik közzé, így unatkozom. A szerelem, mint a környezetszennyezés. Lehet rá nem gondolni. De azt hiszem veled sosem leszek hűvös, majd néha blöffölök. Ha letetted a telefont, visszafekszem, világosban viszonylag jól alszom, mert sötétedés után még sokáig szerettél. És jöhetnek az üres, szereplők nélküli álmok. Addig viszont hallgatlak, hogy suttogsz, mint az őrláng. Köszönöm szépen. Erős eh, kép, ami ebben Én van. Szeretem nagyon a Marcinak a Mhm van neked valami ö, olyan emléked, ami lélekben esetleg ezt az egész érzést vissza tudja hozni? Na, csak ilyen emlékem. Csak van. ilyen van. <gül> <gül> Szuper. De, nyilván persze, hogy nagyon sok, nagyon sok ilyen emlékem van. Hát Tad... az, azért mondom, hogy gyakorlat, gyakorlatilag mondom, tehát tényleg a felnőtt élet, tehát én tényleg így látom, hogy, 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 hogy hiányokat halmozunk, de most itt akár a halottainkról is beszélhetnénk. Akik, érted, akiknek, hogyha hallanád a hangját telefonba újra, akkor arra el tudnál aludni. Aha. Szóval sok-sok mindent hoz be nekem ez, ez a gondolat azon, azon felül, hogy konkrétan miről szól. Mert ugye konkrétan nyilván azért egy fiatalokról szól, és egy egyszerű szakításról, és egy szerelmi bánatról. De de hát mivel a Marci nagyon nagy körtő, ezért úgy tud megfogalmazni egy ilyen profán dolgot, hogy, hogy túlmutat önmagán. Uh -huh. Nem tudom, a fiataloknál talán kevésbé szokás olyan kulturált körülmények között elválni, hogy még fölhívja az egyik a másikat. Csak csacsogni, anélkül, hogy tudná, hogy ez most a másikba éppen milyen sebeket ejt? Hát nem tudom. De szerintem van, van, van olyan, aki, akik nem érzik, hogy mondjuk a másiknak mit jelentenek, vagy mit jelentettek. Szerintem van olyan simán. Uh -huh. Vagy ugye, hogy nem tudja elengedni, és akkor még akar, azért tudod, egy kicsit még ott is akarja tartani. A... Simogattatja magát. Hát igen, meg, meg azért több, több, több embert irányítása alatt akar tartani, ugye van olyan személyiség is, és akkor... Aha. Ezzel is beszélek kicsit, azzal is beszélek kicsit. Aha. Vagy pont ő szorong sokkal jobban, és azért beszél. Nem, nem, nem tudom. Hát én is csináltam ilyet, hogy hívagattam egyiket a másik után, persze. Hogy begyűjtsél egy kis. Uh... Hát, hogy azért ez is megvan kicsit, az is még megvan kicsit. Ja. <laughs> nem, hát szerintem ez csinál, a aha. csinálunk ilyet. Szerint, igen, nem? igen, igen, igen. Azért <laughs> itt is van még hatásom, ott is van. Szerintem csinál ilyet is az ember. Én is írtam erről egyszer, amikor a, a nők a, vannak a spájzban. Hogy, hát ott igen, nem ennyi. ott, vannak ott a, vagyunk. ott vannak a Nagyon sok spájzban vagyunk berakva. Igen. Bocsánat, nem tudtam, mm. hogy te is ott vagy. De hát biztos. egy pár én is vagyok. És akkor azt néha, vagy nem tudom, néha hát ez a, ez a, meg kell szellőztetni. Ez a kékszakál, nem? A klasszikus, a szobák. Hát igen, de ott, ott talán, hogy a múlt... Ő a nem a Igen, <laughs> ő de ott talán szobák? inkább a, a, kötődés, az em, igen, az emlékek. Hát miért a spájzba is? Az hát, a, spáj, a spájz nekem olyan, mint, inkább tudod, rakka. mint a befőtt. Tehát, Aha. hogy amikor kell, akkor benyúlok Kösz. és kivesz. <laughs> Na, hát ez a ja, Azt hiszem ez is volt a címe ennek a költeménynek, hogy a befőtt nő. Mm. Tehát, hogy amikor bármikor odamész, kiveszed a spájzból, kinyitod, falatozol egy jót, aztán kidobod a Vagy ez ki Nagy volt, hogy mint lámpa, ha lekapcsolom, ne légy, hogyha nem akarom. Kinek a Nagy László talán meg nem mondom, igen, most talán. Hiszem. Na, szóval... Hát uh... igen, de most már, most már megjöttek a nők is, úgyhogy mi is ide-oda rakosgatunk titeket, és most már ezt hál' Istennek, nagyon helyes. Megírjuk, megfilmesítjük, megzenésítjük, úgyhogy nagyon helyes. Most már... Itt volt az idő. Hát, hát igen, nagyon itt volt. Tessék spájzolni. Igen. <laughs> Melyik uh, neked a, a, a leg, legszebb sor ebben, vagy ami leg, leginkább tetszik? Ebbe a versben? Uh -huh. Mert nekem van két kedvencem benne. Hát az utolsó, az nagyon tetszik. Hogy csuttogsz, mint az ő A címe is nagyon tetszik. A fehér zaj? Igen, bár én mostanában a barna zajra, most felfedeztem a barna zajt. Nem tudom, mi különbözteti meg a fehér zajt a barna zajtól. Én sem de, tudom. de a Spotify tele van barna zajjal. És de aznak mi, az milyen hang? Aludni. Zugás. Ugyanúgy. Ugyanilyen mint a fehér Zúgás, zaj? Zugás, csak... Nem tudom, valami ilyen brown noise. Lehet, hogy más frekvencia. Valószínű más frekvencia. Vagy dúsabb kicsit mondjuk, mert ugye a fehér zaj az igazából ugye az, az szinte alig hallod. Uh -huh. Ezt a barna zajt meg az eléggé lehet hallani. És uh, én nagyon szeretem, és szoktam arra aludni. Próbáld amik... nekem is vannak alvás problémáid? Most beszélgetünk. a ja, nekem is köszönjük, hogy kiteregetjük. Igen, most voltam laborban. Uh -huh. uh, szóval, hogy... Amikor azt mondod, hogy bármire felriadsz meg, hogy nem vagy túl jó alvó. Én, én, ilyen macska Ahhoz vagyok, ahogy az. Még zajra alszol el. De az teljesen más. Aha. Tehát, hogy semmilyen más zajra nem. Tehát, hogy ez így van kitalálva, ez alvásra van a karna zaj. Na jó. Tehát ez ilyen alvás terápia. Itt a fehér zaj gondolom az, amire azt mondja, hogy ócska a telefon, és hogy alig érti, amit mond. Hát hogy... ez, hogy, hallgatod a nőnek a a Igazából már tök mindegy, hogy mit mond, csak hogy zsezseg a hangja. Aha, elég, elég. Igen. Hát igen, azt írja is. Nekem tetszik, hogy a szerelem, mint a környezet ja, az szennyezés. nagyon szép, igen, az egy erős sor, igen. Lehet rá nem gondolni. Hmm. Hát ezért <coughs> mondom, ez, 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 mutat meg egy, egy tehetséget, hogy van mondjuk egy ilyen sor egy versben. Ez nagyon el van találva. Uh, hiszünk mi a szerelemben, Bori? Persze. Már túl vagyunk mindketten mindenfélén, de persze, hiszünk nem? Hát Persze, hát abba muszáj hinni. Csak szerelmes dalod van, meg szakítós dalod van. Hát szerintem az olyan, szerintem az hogy az ember alapvetően egy állandó szerelmes állapotban létezik. Én például ezt szoktam csinálni, és és akkor van, amikor ugye ez konkrétan testesül, vagy csak hús formájában, vagy van mögöttel lélek, meg érzelm is, uh -huh. de hogy és De hát egyébként meg, meg folyamatosan. Tehát én, én kom, tehát úgy is tudok szerelmes, hogy melyik valakit csak megled, de akár egy lányt, vagy tehát, egy, egy embert, vagy egy, egy, egy képet, vagy elolvasok tényleg egy ilyen sort, és akkor attól szerelmesnek érzem magam egész nap. Aha. Ez egy folyamatos függés, a... nem? Nem hiszem, hogy függés, szerintem az életet így érdemes így élni, hogy folyamatosan olyan dolgokat szippantasz föl amik miatt ebbe a szerelmes, felfokozott állapotba kerülsz, és akkor úgy tudsz létezni. Hát jobb, mint a drogoznál. Hát hogyne, sokkal jobb. Csak próbálok megfejteni, mert elmondod ezt, amit most mondtál, és ez nekem tökre tetszik, és közben meg elmondtad azt is, hogy de közben már azonnal ennek az elvesztése. Tehát, hogy vágyod azt, hát hogy... Az meg... egyszerre ez egyszerre van, ez egyszerre, ez van. van, Hát még jó, hogy nem tudsz Ez aludni. <laughs> ja, Igen. Ha, ha ennyi minden. Igen. Egyébként van egy másik verse a Marcinek ebbe a kötetbe, és még azon is gondolkoztam azután, hogy mi lenne, ha inkább akkor azt olvasnám fel. De aztán maradtam ennél, és az nekem inspiráló volt az egyik dalszövegemhez, az meg ugye arról szól a mindennek a megszámolásáról. A Nem a számom is erről szól, hogy hogy minden, hogy pont emiatt a, hogy mennyi lesz még valamiből. Tehát, hogy ezt is számos, szá, szá, számosítani, hogy mondjuk hányszor jössz még be ebbe a stúdióba, hogy mondjuk ebbe belegondolsz, vagy hányszor is szól most még a kávédat, meg ott abba a konyhába, ahol laksz most a feleségeddel. Vagy hogy hányszor puszilod még meg reggel a gyerekedet még. Tehát, hogy borza, idegtépő. Az, hogy, mind, az, és hogy akkor, véges. Véges, igen. És akkor, és akkor hogyha ezt csinálod, és akkor valamiből megtörténik az utolsó, egy ilyen nagy dologból, hogy mondjuk tényleg rájössz, hogy basszus, múlt héten, amikor megölelt, az az utolsó volt tényleg. És akkor egyszer csak rájössz, hogy, hogy iszonyú zsákot viszel már ezekből az utolsó utolsó dolgokból. És ez rossz? Ez fáj? Hát van amiben. Hát nem, nem kellene. Hát például ugye egy gyereket nevelni, az végül is egy, egy ilyen zsáknak a tömése állandóan. Nem, mert ugye a gyerek annyira gyorsan nő. Hát minden, és az utolsó. Én mind, én minden az utolsó. És én gyakorlatilag mind, iszonyatosan élvezem ö, ö, minden korszakát, minden nehézségét. És igazából amikor van egy nehézség, akkor azt, azt mindig, meg azt is és azt mondom a kisgyerekes barátom, hogy olyan hamar el fog múlni, hogy inkább élvezd, vagy bírt ki, mert oké, okay, hogy most nem alszik, de, de jó, mondjuk az múlik el a legnehezebben egy nem alvó gyereknél, de, de hogy, hogy elmúlik, elmúlik rohadt gyorsan, is, és, és hogy inkább, ahelyett, hogy feszülünk, meg szenvedünk rajta, hogy miért ezt csinálja, mi, mi van, hogyha átfordítjuk ezeket a dolgokat arra, hogy, hogy, hogy de csodálatos, hogy ezt most még én csinálhatom vele. Hát sőt, van egy másik fajta szemléletmód, vagy, vagy ilyen létezési állapot, amikor, az, amikor mindennek, ami az első és nem azt látod, hogy mindenben, hogy ez az utolsó, hanem hogy, hogy észreveszed, ha valami az éppen Igen, az első. de hát én annak mindig nagyon megörülök. De a, a párommal közel négy éve vagyunk együtt, de mai napig csináljuk, hogy, hogy ez most az első, hogy mi most közösen csináljuk Igen. ezt, vagy első most csináljuk azt, és ez annyira jó. Nem, nem, én nem tudnék abban létezni, hogy azt mondom, hogy most vagyunk itt utoljára. Azért vagy te ilyen elszent, ilyen lifetime ti <laughs> még csak négy éve vagytok együtt. Tehát <laughs> ez nagyon jó. Arnak az akkor az... most az... az... Azt meg lehet csinálni már innen. Azt már meg lehet ugrani. Jó, de mint mondtam, azért vagyok akkora idealista, idealista hogy, mm, hogy én ebbe is hiszek, mint ahogy. Csak a befőttek fel ne robbanjanak, tudod, mert van olyan, hogy megerjed ott a kamrába valamelyik, van, és akkor felrobbant. Hát szerintem azért már felrobbant. Összekeni ott a falat azt meg szerintem. minden. Csukva kell tartani az ajtót. Az a tuti. Az a tuti. Kulcs ajtó, bezár, kulcs zsebre. Igen. Nem. Kulcs a Dunába. Fú, kemény. Kemény, Egyre nem? Látod? Egyre durvább. Figyelj ide, te is kemény vagy. Én vagyok a nő, aki most megszivat, körömmel kell, kiásnod a sírodat, hason csúszva könyöröksz, nem érdekel, én csak annyit mondok, hogy szép halott leszel. Na ki a kemény? Hát, ja, hát azért, mert néha el kell az embernek hinni magáról ezt. Ez, ez benne van, tudod, van egy életrajzi könyvem, és akkor ott le van a bori könyv, a, a igen. Igen, az évkönyv lett tavaly. Úgyhogy nagyon, Gratulálok. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon tényleg imádom. Be fogom pótolni. Ö, és ott leírom ezeknek a számoknak a történését. Hát ezeket a. Ö, hát sajnos már jó pár éve írtam az akkori férjemnek, aki most már úgy tűnik, hogy most már egy ideje nem a férjem. Hát jó lett volna, ha már akkor se az, amikor ezt írtam, de sajnos ö, nem voltam annyira kemény, hogy tényleg rávegyem erre és ez, 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 nagyon elhibáztam, de hát ezzel is szembe kell nézni. Ja, ja, hát nagyon haragudtam rá, meg is érdemelte, szóval nem csak úgy egy kicsit haragudtam rá, mert egy kicsit rossz volt, mert ugye a mai világban azt, azt abszolút más, hogy nem nagyon lehet élni, nyilván egy hosszú kapcsolatban, tehát lehet rosszalkodni, de, de aljas rohadéknak is lehet lenni, az annyira nem jó. Ö, igen, és akkor ez, végülis ez az egész szédülés lemez amiről ezt most felolvastad ebben nagyon sok szám neki szól Aha. meg ennek az eseménynek ami akkor történt Ö, ja. nem tudtam nézegettem a, a te szövegeidet és 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 akkor ez, ezen így, egy, így, így meg akadtam mondom ezt ide kimásom. Ja, hát Többet nem voltam, hoztam, csak, csak hogy, hogy mondom ez szembesítelek. De nagyon aktuális, szóval az a baj, hogy olyan aktuális lett ez a szám most megint, hogy fú, tehát hogy most már... Totálki vagy? Én kicsit most, most, most úgy megkaptam az élettől egy nagy adag nagy meglepetés csomagot, igen, de hát ez végül is ez, ez nagyon érdekes, hogy, hogy, azok a mondatok, amiket gyerekkoromban, vagy kamasz, vagy lánykoromban sok-sok csodálatos, nagyon sok mindent megjárt nőktől, nagyanyámtól, anyámtól, családi nőtagjaitól, dédanyám naplójából, hogy azok hogy válnak végül is hogy testesülnek meg ezek a mondatok. És például nagyanyám mondta ezt, hogy, hogy, hogy olyan megdöbbent, amikor rájössz, hogy a gyereked apja egy idegen férfi. És ezt tök sokáig nem értettem. Nagyon sokáig nem értettem. Na, most megértettem. Uh -huh. Most megértettem, na, kegyetlen. Ez nagyon-nagyon de... jó Igen. téma egyébként. Erről, uh -huh. erről szívesen beszélnék veled, meg, hogy, meg igazából, hogy ez, ezen hogyan lehet felülkerekedni. Ja, mert hát mert az van, hogy én is az, azt tapasztaltam meg az életem során, hogy ha nem figyelünk oda, egyszerűen elfejlődünk egymás mellől. És nem mondom azt, hogy valaki... Tehát... Hát, ha még csak ez lenne. <laughs> nem, hát olyan is van, hogy valaki... Na mindegy, hagyjuk is ebbe most nem menjünk bele, de hogy ja, tehát hogy. És hát nagyon sok, nagyon sok ilyen, ilyen alapmondat és történés ö, ö, teljesen más értelmet nyert most az utóbbi uh -huh. időben az életemben. Ezt te egy ilyen transgenerációs sztorinak éled meg, hogy ezek így, így mert azért te elég sokat tudsz a felmenők történeteiről, hogy ezek hát mennyire vannak, rakódnak rád? Nem is a transgenerációs, nagyon érdekes. Tehát anyámmal eleve van egy, én nem vagyok ilyen abszolút ilyen, Ezó, meg tehát, hogy nem foglalkozom ezekkel mélyebben ezekkel a dolgokkal, bár lehet, hogy egy csomó minden kéne, vagy lehetne, viszont a jelek azok nagyon érdekesek, és nagyon, sok, nagyon sokszor történnek tényleg olyan dolgok, például, hogy valami, olyan dolgokat találok az utcán, vagy, vagy olyan ember jön szembe, szembe velem, vagy olyan helyre kerülök, amik tehát olyan egyértelmű jeleket hordoznak. És például anyámmal nagyon-nagyon, ilyen nagyon erős, misztikus viszonyom van, már jó pár éve meghalt és most kétszer is történt olyan dolog, ami annyira köthető hozzá, hogy egyszerűen most, most teljesen elkezdtem minden a halál utáni életbe. Tehát azt érzem, hogy ő üzen nekem, tehát hogy annyira egyértelmű, hogy most egy kicsit így össze vagyok zavarodva, hogy egy kicsit komolyabban kellene foglalkozni ezekkel a dolgokkal, hogy Hú, mi van, ez ez mi, 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 van ezen túl, amiben vagyunk, mert olyan, olyan félelmetes dolgok történnek vele mostanában, hogy mesélj hogy el, ez, erről ezt... valamit légy mert én, én folyamatosan hadakozok a, a, a misztikummal, meg a spiritualitással, annyira e, ilyen e, materiust a szemlélettel élek, a Földön kívül. Hát nálunk nagyon sok ilyen volt a családban, és nagyon, tehát, hogy nagyon sok sok ilyen. Tehát nyilván művész család, tehát ugye picit nyilván az ember egy, egy művész, mert egész állónap alkotásban van, ezért próbálja az életet és a világot úgy nézni maga körül, hogy minden, minden üzenet, minden művészet, minden semmi nem véletlen, és mindenben meglátni még egy egy rondaváci úton is azt, hogy hogy mi az a, az a sarok, vagy az a lehányt félpár női cipő, ami ott maradt, ami olyan, mint egy installáció. Tehát, hogy, uh -huh. hogy egyszer muszáj így, így járkálnunk a, a világban, mert egyébként megtébolyodnánk. És akkor olyanok lennénk, mint a többi ember. <laughs> Isten őriz! <laughs> Hát csak az kéne. Hát most konkrétan, de hát igazából ezt most nem, nem, nem szeretném elmondani, vagy nem tudom, de hogy történt egy nagyon-nagyon súlyos dolog az életemben, és ez pont Anyám születésnapján történt. És és egyszerűen nem nem tudom, nem úgy kezelni, mint egy mint a részéről egy mentőkötelet, amit vagy egy, egy tehát hogy mögött ott van ő hogy, hogy, az, hogy, ez így történt, és pont akkor történt. De ez valami rossz dolog, amit mondtál, hogy rossz dolog Igen, de, de dolog, de az, életem szempontjából kött... jó, tehát, hogy meg, meg, megment valamiből engem ő most. Megment Aha. valamiből. Aha. És most ilyenek történnek veled, vagy nem? Azt mondtad, hogy több ilyen hasonló jelet Hát igen, most érezt. igen, most egy kicsit ilyen nehéz, bonyolult élethelyzetben vagyok, meg hát nyilván anyák napjával tehát mint anya, ugye most védenem és mentenem kell a gyerekemet, ami, ami olyan érdekes, csak ez az anyák napjára, hogy kérdezted, hogy mi mi volt, és még volt egyébként tegnap egy anyák élményem, most nézem ezt a sorozatot, ezt a ble, euh, beef nem, nézed most nagyon most? Nagyon csak, Netflixen. Szó? Igen, biztos. Hát egy kóreai, hát ez is most ez a gazdag, szegény, nagyon érdekes. Uh -huh. És a főszereplő nő teljesen be van kattanva, és van egy kislánya, és akkor ilyen rémálmai vannak a kislányának, és akkor odaül mellé, és akkor ahogy nyugtatja, hogy aludjon el, és akkor akkor el, elkezd beszélni, hogy, 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 hát, hogy igazából az volt a legcsodálatosabb pillanat, amikor megszületett. A lánya, és, és akkor utána ott van egy ilyen monológ, és az, az iszonyatosan betalált nekem, hogy igazából, hogy tényleg, hogy, hogy ott akkor csak mi, mi voltunk ketten, és semmi más a világba, és nem volt semmi rossz, semmi. Tehát, hogy olyan érdekes tényleg, hogy. hogy hogy ez, ez a pillanat, amikor az embernek gyereke születik, és akkor az tényleg, tehát hogy, és ez egy olyan erőt kell adjon egy anyának utána később, hogy hogy a gyerekét védje a világ szarsága ellen, meg az emberek szarsága ellen, saját családjának a szarsága ellen, uh -huh. Szóval nagyon-nagyon érdekes, és tök, tök, tök szép volt, hogy azt pont tegnap láttam például ezt a jelenetet, nagyon tetszett. Uh -huh. Ezt még így nem nem hallottam így megfogalmazva, mert ugye mindig olyan én, izé, vagy van túl, drá van misztikifikálva, vagy jaj, a szülszülés, akkor, jaj, hogy ezt ugye nagyon kell élvezni, és akkor milyen, milyen csodálatos dolog, közben borzalmas, nehéz dolog a szülni, és, vagy pedig olyan nagyon távolságtartóan, hogy milyen izé anyák vagyunk, és nem is. És, és ezt a gondolatot így, hogy, hogy, hogy akkor ott tényleg. Tehát ott vagy a kicsi babáddal, semmi másról nem szólt. Tehát, hogy, hogy nincs az, hogy nekem, nekem is, hogy színház, koncert, ide menni, oda menni. Tehát megáll a hajtás, uh -huh. megáll az egész hajtás, és tényleg ott arról szólsz, hogy ezt a kicsi életet életbe kell tartani, és nincs más dolgod. És egy, tényleg az egy annyira csodálatos pillanat az életben. Ez, ez át tudja <coughs> szőni az egész anyaságodat, úgy érzed? Tehát, hogy most már tizen, nem tudom hány éves a fiad, tizen... Én, én, én nagyon ö, ö, jól, jól voltam végig a mindennel ebben a dologban. De hát én azt hiszem, hogy azért, mert nagyon kitoltam, nagyon jó pillanatban szültem, tehát amit mondanak, mondanak sokszor pszichológusok, pszichológusok, hogy akkor érdemes gyereket vállalni. Most itt nyilván a tudatosan élő emberekről beszélünk, és nem a azokért, akik pénz, vagy hát most ugye próbálnak itt beleszólni, hogy pénzért szüljünk, meg nem tudom miért Aha. szűjjünk, tehát egész félelmetes, hanem, hogy akkor érdemes gyereket vállalni, ugye, hogyha ezt tényleg így nézzük, hogy ez egy tudatos, öntudatos embernek az öntudatos vállalása és döntése, amikor többletben vagy. És bár ugye nekem nagyon nehéz volt, ugye egy évig szüneteltetni a zenekart, szerepeket visszaadni, leállni a karrieremmel, viszont annyira sokat kaptam előtte az élettől, hogy, 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 hogy teljesen nyug, nyugodtan azt tudtam mondani, hogy, hogy, hogy én ezt most megtehetem, mert vissza fogok tudni jönni, nem veszítem el ezért a, 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 a karrieremet, a munkámat, és meg is akarom tenni, le akarok állni, és ezt akarom csinálni. Uh -huh. És nagyon-nagyon élveztem, nagyon. Meg hát még most is, persze. De hát most már nagy a gyerekem. <laughs> Hát igen. Most már már elment ott a Vos iskolai osztálykiránduláson van. Most? Uh -huh. Ja, ilyen évvégi, kiránd, kirándulás volt. Már így, hogy így, így több napra engedted Hát én elengedném, de ő nem akar nagyon menni, nem? mert nem szeret más, neki is alvás problémája van. De, <laughs> mert itt összegyűltek az ne, alvás problémája. Nem, mellett akar lenni lehet. Igen, anyával. Na, de majd rákap az ízére, és akkor igen, meg igen, aztán igen. majd az jön, hogy... Persze. Hogy ez, hogy Igen. Vannak ezek a, tökére jó, hogy vannak -e olyan mozgalmak, amik a, a, a női erőt, a, a szülés és az anyasságnak a, az erejét és fontosságát és felelősségét erősítik. Ugye nagyon sokáig a, a nők azok ugye hát szüljenek a konyhában, típusú dologként voltak el. Közbe. Főzés közben. Főlehetőleg <hül> főzés közben, igen. Mosolyogva, mert Ugye haza jön a fáradt férfi, és igen. Nem. nehogy már azt lesz, hogy valami igen, baj. Nehogy azt, azt gondolja. Igen. Szóval, hogy tök jó, hogy itt tartunk, és hogy emellett vannak olyan típusú mozgalmak is, akik azt mondják, hogy igen, ki kell mondani, hogy a, a gyereknevelés az rémes, rettenetes idegtépés. Vál... Hát pokoli nehézés, de... ráadásul ugye mostanában tényleg azt lehet érezni, tényleg ebben a nagyon fárasztó világba, meg ugye nagyon nagy teher van, mert minden, mind a két félnek kell dolgozni, meg hát jó is, hogy akar a nő dolgozni, viszont ez abszolút nincs nincs háttere ennek már, hogy ez hogy lehet, hogy hogy egyszer megeszi a kapcsolatokat a gyerek, tehát hogy ezt tényleg ezt lehet látni. Én magam körül azt látom, hogy általában egy éves gyereknél már elválnak. Uh -huh. Szóval Ja, hát nagy szarba vagyunk már. <laughs> Társadalmilag. <laughs> hát meg egyáltalán, hogy ez hogy lesz? Hát most mindenki próbál minden mindenféléket kitalálni, hogy egyáltalán, hogy hogy ezt az egész megfáradt és nem működő családmodellt lehet-e valamivel pótolni, vagy ebbe kell akkor kapaszkodni, csak ezt meg kéne valahogy újítani. Nem, nem hát tudom. ez mindig egy nagy kérdés. Igen, uh, erről tudnék rengeteget mesélni magam is de szerintem az, hogy ha, ha, nem, ha nincs kellő figyelem a, a, két fél között az, hogy, hogy egy, egy normális felnőtt-felnőtt kapcsolat van, és ne helyezkedjen be többnyire a férfi egy másik, második gyerek szerepbe otthon, és amikor ott van a kisgyerek, a, a, mellett egy férfi gyerek, akkor az már nem, nem Jó, az. Át, de most te például egy teljesen nagyon érdekes férfi szemszögből gondolkozó, szóval ez már eleve nagyon ritka. Hát Tehát azért ez az a időbe A férfiak nagy része semmiféle kritikát nem is bír elfogadni. Szóval... Hát ez baj, de hát ez uh -huh. meg, meg ki tudja, milyen frusztrációkból ered az a magabiztosság hiánya. Az, hogy egyébként egy családba kell a férfi erő is a női erő mellett, ez fontos, és a férfi, az tényleg hozza be a férfi erőt, legyen az lány, vagy legyen az fiú, az kelleni fog, és ha beszél, helyezkedik egy gyerek szerepbe, akkor ez eltűnik. Igen. És onnantól psz, kész, megy, mint a füst. Hát nehéz, nem mi fogjuk ezt most megoldani, azt hiszem. De legalább, de elmondtuk. Igen. elmondtuk. tudjátok gondolkozni mindenki. Ha csak, egy, ha egy, csak egy fülbe eljut, akkor... Az már tök jó. Elfejtettem az elején, szerettelek volna a pellengére állítani a, a tekintetbe, hogy miért kellett nekem téged hónapokig könyörögni, hogy legyen időd rám, de tár, most csak viccelek, de hogy azért most sok munkád volt. vagy de undoknak tűntem? Vagy elutasított? Tehát, hogy azt nem. érezted, hogy nem is akarok jönni? Nem, hát ki ne akarna Jö. ide jönni, csak ha <laughs> Kérdője, csak lepatintotta -e egy párszor, hogy Leg, ilyen munka, olyan, igen, munka igen. olyan munka, olyan munka, semmi baj nincs ezzel. Hát most hál' Istennek, hát egyrészt munkaterápiára is tettem magam, most másrészt embertelen sokat kell dolgozni, mert kortárs művész vagyok, és mint tudjuk nem vagyunk kegyeltjei a, a anyagi javak szórásából, kevéske hullik a, a uh -huh. mi felénk. Értem. Ugye most itt a kortárs színházakra és, és, minden egyébre gondolok. Úgyhogy tehát én nekem szinte minden nap kell játszani ahhoz, hogy, hogy úgy nagyjából most már, mint gyerekét egyedül nevelő anya uh -huh. talpon maradjak. Úgyhogy kemény, nagyon sokat kell dolgoznom. És uh, megmondom, most uh, jó, jót is tesz. Tehát, hogy... aha, és aha. hát a Istennek, ameddig van bármilyen lehetőség addig. És ezek És Most nagyon színház. jó év volt. Tehát most nagyon sok minden, nagyon érdekes dolgok voltak. Onnantól kezdve, hogy kiött egy ilyen szuper dokumentumfilm sorozata a romkocsmák történetéről. A romokból az a címe, van egy saját YouTube cseneje, annak én vagyok így a, a, a narrátora, meg az arca. Ez már a... fönt van a YouTube-on, és meg fönt, lehet nézni. Fönt, mi igen, mi volt a címe? Még Romokból. Romokból. Nagyon-nagyon, tényleg szuper. Belinkelem itt a műsorban. Igen, akkor uh, forgattam, vezetek egy, az A38-on egy beszélgetés műsorom, neked hát én vagyok a szerkesztője mindent, tehát az arra is, nagyon komolyan készülök, zenész kollégákat hívok meg. Uh -huh. Ö, mellette minden nap játszom, próbálok, új lemezt csinálunk. Szóval, hál' Istennek, sok minden van. És akkor ez lesz a következőkben? Vagy most látsz valamit, ami így rettenetesen izgatja a fantáziád, hogy a közeljövőben ez fog megtörténni, vagy idén? Hát most jönnek, igen, a nagy, ö, nagyobb koncertek, meg a nyár, tehát az, az mindig, mindig izgalmas. Megkezdjük az új lemezt. Mesélj erről. Úgyhogy, Hát erről még igazából nem, tok, nem tudok mesélni, mert még csak most tudunk végre időt szakítani az Ambrussal, hogy majd most ő, holnap után is megyek hozzá. Aha. És akkor... Akkor most kezdhetik el összerakni. Igen, rakni, igen. És Hát a... nem, most még csak hallgatgatjuk a zenéj alapokat, hogy melyik működhet, hogy legyen, és akkor elkezdek, hogyha lesz már egy annyi agyam, akkor elkezdek szövegeken gondolkozni. Aha, jó. A adás után adok neked egy könyvet, és akkor inspirálod. Jó. <laughs> inspirálod belőle. Jó. E és akkor ez mikor lesz bemutatva? Micsoda? Hát az új lemez. Ja, hát azt nem tudom. Hát az jó, Egyszer. az csoda lenne ebbe az évbe elkészülne, az lenne jó év végéig, de hát nem tudom. Na ne tök jó, hogy ennyire előre gondolkoztok, vagy láttok. Az hát igen, alkotóly... nem, mi ezt most ugye a zenekarok általában azt csinálják, hogy egy, egy számmal jön neki pár havonta, és akkor már, hogy úgyis már kihallgat le, mert úgyse, tehát ugye uh -huh. teljesen átalakult a, a, az egész zeneipar, de mivel mi nem, tehát hogy mi mindig ilyen ellenkező irányba megyünk, mint a trendek, vagy nem tudom, és azért csináljuk, mert szeretjük. Ö, és az Ambrus nagyon szereti ezt, hogy egy lemez legyen, egy történet legyen, egy íve legyen, tehát hogy uh -huh. úgyhogy, de hát aztán majd meglátjuk, hogy jön össze. Jó, hát mondani való az van bőven, ahogy ez kiderült hát igen, itt van. az elmúlt igen. órában. <laughs> Na, úgyhogy tök jó. Sok mindent hozott ki belőlünk a Simon Marci Fehér Zaj című verse is, meg egyébként meg egy csomó minden. Én én élveztem veled ezt a beszélgetést. Remélem, hogy Örülök. te, remélem hogy te se bántod meg, hogy végül rávetted magad. <laughs> nem rávettem magam, nem értem rá. Most élek, Tudom, csak vegyem elő cinkkel. a napkáromat, megutass. Nem, csak ugratlak. köszönöm szépen, hogy Én itt is voltál. köszönöm. Ez volt a egy verset. RIMPORTRI magazin, Rutai Gábor költőmata voltam. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. Péntek este 9 és 10 között vágott verzióban hallhattok a Rádió Cafén, 10 pedig már vágatlanul. Nyomás a Youtube-ra vagy a Spotify-ra keresétek költöm és akkor megpróbálhatott találni ezeket a műsorokat. Nem sokára újra találkozunk, sziasztok!